Az új épületet az alsó tagozatban fogjuk használni. Első, második, harmadik osztályosok fognak ide járni, meg egy nagy közösségi terem is lesz a kicsiknek a következő tanévtől, árulta el az iskola fenntartó, Marista iskolatestvérek képviselője. 5 darab tanterem, egy természettudományos tanterem, meg egy nagy közösségi terem, ezért is a hozzájáruló vízes blokkal. Akkor ez elég nagy épület is, és nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt már jövőre már tudunk használni. A környezet tudatosság is megjelenik az építkezésen. Részben, mert a törvény már most előírja, hogy kötelező elem, de mi is örülünk, hogy a mostani energiai váltságban akkor ezzel tudunk könnyebben fenntartani az épületet. Sokan várják már az átadást, amely ősz előtt megtörténik. De úgy tervezünk, hogy az ünnepséges átadás júniusban lesz, még nem tudjuk konkrétan, hogy melyik napon, és biztos, hogy már szeptembertől az új tanévre ott fogunk kezdeni a kicsikkel. Az egész építkezésre jön pályázatos pénz, sajnos mostani áremelkedések miatt mi is, nekünk is kellett hozzájárulni, mert nem elég volt a pályázat, de hála Istennek a pályázatban is a butorokat, meg a berendezések benne is voltak, ezért hála Istennek ebből tudunk finanszírozni ezeket a butorokat, meg a berendezéseket. Ha teljesen kész az épület, jön a tereprendezés. A tereprendezés elvileg most már meg lesz, ezért mert sajnos nagyon szép zöld udvarunk volt, és az építkezés miatt nagyon rossz lett, de úgy reméljük, hogy visszafognak, a kivitelező cég újra fog füvesíteni az egészet, ezért újra szép lesz, ezért mostani helyzet csak vissza várunk, hogy visszarendeződjön az udvart.